A tabellán elfoglalt helyezések alapján a vendégek voltak a meccs torony magas esélyesei, és a nyíregyháziak ennek szellemében is kezdték a mérkőzést. 10 perc játék után 15 ponttal vezettek a cápák, a nagyszünetre pedig 29-50-es állásnál vonulhattak le a játékosok. Fordulás után sem változott a játék képe, tovább nőtt a két csapat közötti különbség, úgyis, hogy Siska János valamennyi kosarasát pályára küldte. A nyíregyházi játékosok meg is hálálták a bizalmat, mind a 12-en szereztek kosarat, így végül 111 pontig jutott a 12. bajnoki győzelmét begyűjtő listavezető. A mérkőzés előtt azt beszéltük meg, hogy maximálisan tegyük oda a mérkőzésre magunkat, vegyük komolyan a mérkőzés, és szeretnénk gyakorolni a védekezés és a támadást, és úgy gondolom, hogy a fiúk megoldották ezt. Aki pályára lépett, mindenki dobott kosarat. Nagyon jó érzés ez, hiszen az látszik, hogy a csapatban van erő, és tudunk még ennél jobbak is lenni természetesen. Annak is örülök, hogy 12 játékos be tudtam rotálni, és tudtam pihentetni azokat a játékosokat, akik többet szoktak játszani, hiszen szerdán Hepupa mérkőzésünk van, és pihentetni szerettem volna őket. Mohácsi Máté Pécsen 23 percet töltött a pályán, és ez alatt az idő alatt 16 pontig, valamint 26-os teljesítményindex mutatóig jutott. Úgy készültünk, hogy nyerünk, ezért el is mentünk egy nappal korábban, azért ilyen időjárási viszonyok között azért Pécs sincs túlságosan közel, úgyhogy jól sikerült előtte a felkészülésünk, és tényleg úgy tudtunk már idegenben pályára lépni, hogy kipihenten normális állapotban, és ez látszott is a mérkőzésen, mert magabiztosan tudtunk egy 40 pontos mérkőzésen nyerni. Ehhez kellett ahhoz, hogy a Pécsből hiányozzon egy-két kulcsjátékos, de így is azért egy fiatal hajtós csapat, úgyhogy örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült nyernünk. Biztos lesznek olyan meccseink, ahol azért nem fogunk dobni 100 fölött, de a csapat erejét mutatja, hogy az évelei úgymond kevesebb dobott pont után most már azért látszik, hogy milyen támadási támadó potenciál van a gárdában, és tényleg van 7-8 ember, aki bármikor tud 15-20 pontot dobni. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia NKA Pécs 72-56, Salgó Tarján MTK Elite Basket 78-60, MEAC Miskolc TF Budapest 75-78, Vasas Akadémia MAFC 101-86, és Veszprém Nagykőrös 187. A tabella élén a Nyíregyháza áll 12 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 12-3-as mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát. A két cápák a bajnokságban vasárnap a sereghajtó MTK Elite Basket csapatát fogadják. Előtte viszont szerdán a Hepkupa 8-at döntőjében Szolnokon a zöld csoportban szereplő Cegléd ellen lép pályára Siska János együttese.